mindenkit, aki eljött a nyíregyházi csapatot meghallgatni, mert most ketten érkeztünk, így már nyugodtan egy mondani a csapatot. Én Vágnagy Gusztáv vagyok, Pablo, mint látjátok, hogy a virtuális névjegykártyám és az elérhetőségesek is ott vannak, úgyhogy a nagyon nagy súlyt nem helyeznék arra, hogy én most bemutatkozzak, mert mindent meg lehet tudni ma már a virtuális térben. Annyit azért érdemes talán tudni, hogy én két közösségben élem a napjaimat, abban dolgozok, mind a kettőt látjátok. Az egyiket Inspirációnak hívják, a másikat Poyánnak hívják. Ugye az Inspiráció nem annyira látszanak a fényképen, de azért az Inspirációban bal oldalán ennek a névjegykártyának, ebből látszik, hogy ez egy ilyen kis tréner csapat, szervezetfejlesztéssel foglalkozunk, ez a fő irány, tehát civil szervezet fejlesztése és civil szervezeteket segítünk. Úgyhogy errefelé is jártunk már ilyen ügyekben. Hát ugye ez nem olyan látványos, mert hogy mit csinálunk, azt, amit mint én itt most, tehát hogy így például beszélek, vagy éppen levezetünk a dolgokat. Még annyit azért hozzátennék, a bal felső sarokban egy ilyen kis furcsa fotóban, az valójában az Inspiráció csapat ilyen egyenruhában, mert hogy van egy játékkommandó nevű része is a szolgáltatása a szervezetnek. Tehát mi közösségi vállalkozásként definiáljuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy szoktunk játszatni különböző rendezvényeken, hogyha meghívnak és meg is fizetik, mert hogy ez egy vállalkozási lába a csapatnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi közösségi vállalkozásként definiáljuk magunkat. Most már lényegében elejétől kezdve ez így volt, de most már egyre erőteljesebben. Tehát hiszünk abban, hogy a közösség és a vállalkozás együtt az egy jól működő dolog. És a másik oldalat is valójában egy közösségi vállalkozás van. Mint látjátok, gazdálkodással foglalkozik ez az egyesület. Mikóháza felett gazdálkodunk. Hát most nem tudom pontosan a területeink nagyságát, de 140 hektárral kezdtünk. Tehát ez volt az a terület nagyság, ez mind nagyobb részt bérelt terület volt, illetve a tagoknak a földje, hát hogy ez egy ilyen érdekes konstrukció, de ami a lényeg, hogy az állattartásra álljunk át, és a kárpáti borzteres szarvasmarhát tenyésztjük. Ez egy kutatási program is, most már úgy hívnak minket, hogy a borzderesesek, így Magyarországon így terjedtünk el, és most van egy kihelyezési program, és időnként, mikor így, olyan környezetben vagyunk, akkor mindig szoktam figyelni, hogy így mutatják, hogy ők akarják, és akkor egy kicsit ilyen furcsán néznek az emberek. Tehát a kihelyezési programban jelenleg 60 tehenet helyezünk ki teljesen ingyen háztáiba. Tehát hogy ez így néz ki. Ez csak arra a részre igaz, tehát ez csak Szabolcs és Hajdú megyékben. Viszont ami talán fontos a mai előadás szempontjából, hogy ennek következtében én magam is nagyon jól látom, hogy milyen a gazdálkodói oldal. Tehát mi rendszeresen megyek, dolgozunk. Ugye ott is az öreg Csepelen éppen a karámnak a rudakat gyűjtöttük az erdőbe, és azért szeretem oda felrakni, mert hogy viszont ez a fénykép nekem szimbolizálja azt, hogy ez a Csadó barátom, ugye azért nem nagyon látszik a képen, ugye ő nyíregyházi ugyanúgy, mint ahogy én. Ez meg a Bence gazda, aki pedig egy falusi ember. És ugyanis a Poyán Egyesület egy város-falu együttműködés. Tehát a teljes gazdaságnak az adminisztrációját, a pályázatait, mindenét, azt mi intézzük városon. És a falusi oldal pedig gazdálkodik. És így van idejük gazdálkodni. Tehát, hogy nem kell a anyatehén támogatás után szaladgálni, meg intézni az állatorvosi papírokat, mi kezeljük az összes állatorvosi papírt, mi tartjuk az állatorvossal a kapcsolatot. Tehát, hogy mi minden adminisztrációt elvégzünk, mint városiak, a falusiaknak. Ők meg ezért adnak nekünk tejet, meg túrót, meg sajtot, meg mindenféle finomat, meg kárpáti borzderes kolbászt. Tehát, hogy nagyon sok minden. És persze ezt közösen is készítjük el, tehát hogy ez egy tipikus város-falu együttműködés, ez amit ezen az oldalon látok. És akkor ugye a mai napon pedig egy más típusú közösségi vállalkozásról szeretnénk nektek mesélni, ami Nyíregyházán indult el, és hát ugye nem véletlenül elkezdtem az Ildikóval, aki pedig a
nyíregyházi kosár közösségnek a vezetője, ugyanis azt gondoltuk, hogy jó, hogy vannak termelők, gazdálkodók, meg jó, hogy vannak olyan emberek, mint a városi fél emberek, mint én is, hogy a második emeleten lakok, de hogy jó lenne összekötni ezeket az embereket, és hogy nem úgy, hogy beviszi a nagy áruház láncba a termékét, és akkor jóval drágábban hozzá lehet jutni, vagy éppen nem lehet hozzájutni, mert hogy elviszik inkább messzire, és hozzánk meg hozzák a mondjuk a spanyol, meg a dél-amerikai, meg a kínai, nem tudom milyen termékeket, hanem hogy azt gondoltuk, hogy helyi termék helyi embernek. Tehát a nyíregyháza tanyavilágából jussanak már hozzá az élelmiszerhez. Tehát ez, amiről ma fogunk nektek beszélni, ez kifejezetten az élelmiszer önrendelkezésről szól, arról szól, hogy lássunk már neki annak, hogy a helyi embereket segítenek azzal, hogy tőlük vásárolják meg a terméket, és közben a helyi termelők pedig szívesen csinálják a egészséges élelmiszert azoknak, akiket ismernek, mert tudják, hogy kiknek fogják eladni. Tehát, hogy ennek az összekötése az, ami ebben a közösségi vállalkozásban benne van. Igen, na és ami az én tisztem most ebben, ugyanis én a kosár közösségben önkéntesként, fejlesztőként vagyok benne, de hogy nekem nem ez a fő terepem, hanem itt láttátok ugye a szervezetfejlesztés. És a tavaly előtti évben csináltunk egy kutatást, ami kifejezetten a közösségi minőségre irányult, és akkor felkerestünk sok-sok közösséget, teljesen számszerűen ez 20 közösség volt, és ebből volt három közösség, aki ilyen kosár-szatyor típusú közösség. Tehát akik összekötik a vásárlót a termelővel. És akkor ugye ez sokféle konstrukcióban valósul meg ma az országban, hogyha meg akarjuk határozni a műfajt, akkor ez a közösség által támogatott mezőgazdaság műfajában van benne. És akkor ez az, hogy most éppen mitől szatyor, meg mitől kosár, ez szerintem csak névkinek melyik tetszett meg. Tehát hogy ennek nincs jelentősége, hogy ő most éppen szatyor vagy kosár. Nálunk kosár. Budapesten szatyor, tehát hogy ennek különösebb jelentősége nincs, melyik, kinek mi tetszett ebben a dologban. Viszont abban, hogy ő hogy kezd neki, milyen módon közelíti meg, akkor már vannak különbségek. Ugye vannak egészen más, amikor nagyon szorosan működnek együtt a gazdák, tehát gazda és vásárló alkot egy nagyon szoros, mindenképpen egy gazdához, vagy maximum egy-kettő-három gazdához kapcsolódik egy vásárlói közösség, és akkor ugye ilyen nagyon szoros módon történik ez a kereskedelem. A szatyor kosárra nem ez a jellemző, hanem a szatyor kosár típusúak azok inkább sok bevőt és sok gazdát próbálnak bevonni, tehát hogy minél nagyobb választékot tudjanak nyújtani a vásárlóknak. És akkor megmutatom nektek először azt a hármat, amit mi végigjártunk. Ugye az egyik az Esztergom kiskosár közösség. Kár, hogy a fényképek azok nem látszanak annyira, mert hogy ezek a fényképeken átjön a hangulat ennek a dolognak. Ők azt a konstrukciót választották, hogy kicsi méretbe indulunk, és nem akarjuk azt, hogy nagy legyen belőle. Tehát, hogy ők nem akartak egy nagy dolgot csinálni ebből a dologból. És ők azt mondták, hogy ilyen 30-50 családot lásson el ez a kezdeményezés, azért is hívják kiskosárnak a kezdeményezésüket. És azért ők nem hoztak létre weblapot. Tehát nincs az, hogy egy felület, ahol meg lehet rendelni a terméket, hanem egy nagyon furcsa módszert választottak, Excel táblázatokat küldözgetnek egymásnak ebben a rendszerben, ebben a kiskosárban, ez mai napig is így van. Ez valószínűleg abból fakad, hogy az, aki összeszíti a dolgokat, ő közgazdász, és az Excel táblázatokban volt otthon jó esélye. Tehát, hogy ebből következett ez a furcsa rendszer. Szerintem iszonyú hatékonytalan, mert hogy ez az összefésülni a Excel táblázatból, hogy utána a termelő megkapja azt, amit kell. De hát mindegy, ezt ők választották. És ők kihagyták azt, hogy ők nem foglalkoznak pénzzel. Tehát ők azt mondják, hogy jön a termelő, megkapja tőlük a megrendelést, vagy mit tudom én, 30 kiló barackot rendeltek összesen a vevők, meg van név szerint is, hogy kirendelte, tehát megkapja a termelő az értesítést, ő felpakolja a 30 kiló barackot, és akkor elmegy erre a, ez egy templomnak az udvara, elmegy a templom udvarára,
és szépen kiosztja azoknak a vevőknek, akik megrendelték, és a vevő egyből a termelőnek fizeti ki a barasznak az ellenértékét. Tehát magyarán szóval ebben a kezdeményezésben a maguk a szervezők ugye nem nyúlnak pénzhez. Na ez az elmélet, mert a másik képen, az hol is van? Igen, az látszik, hogy éppen fizetnek nekik, mert hogy nem sikerült. Tehát az elmélet az volt, hogy nekünk nem kell pénzzel foglalkozni, nem kell bajolni a termelőkkel, a termelők eljönnek és eladják a vevőknek azt, amit megrendeltek ezeken az Excel táblázatokon keresztül. De a gyakorlat meg az mutatja, hogy sok termelőnek nincs ideje, szaladok egyik helyről a másikról, éppen metszeni kell, éppen nem tudom, mit kell csinálnia kell a kertbe. És akkor szólnak, hogy hát igaz, hogy meg most már nem éri meg, tehát öt vevő rendelt, érted? Hát nem éri meg behozni azt a nem tudom mennyit. És akkor beszólnak, hogy hát akkor jöjjön ki valaki, érte. És akkor ugye általában ez a srác, aki az egyik fő, akkor elkezd elfárulni, ki tud kiszaladni, mit tudom én, egy 10 kiló hagymáért, nem tudom miért, mindegy, több mindegy, tehát amiért éppen amit megrendeltek. És ennek következtében utána ők képtelenek ők kiosztani ugye azt a terméket, és akkor már kezelnek pénzt, mert nem tudnak mást csinálni. Tehát egyből jönnek azok a nehézségek, ami ebben a kezdeményezésben is benne van. De az a lényeg, hogy viszont az, ami nagyon látszik, hogy ott a Tempón kertben, egy több képen is szerintem így visszaköszön, hogy ilyen nagyon jó hangulat van. Tehát, hogy oda nem vásárolni jönnek az emberek, hanem közösségi életet élni. Az, hogy mellette még hazaviszik a zöldséget, gyümölcsöt, stb. Stb. Az egy, majdnem azt lehet mondani, hogy egy mellékes történet a számunkra. Tehát ott lehetett látni, hogy aki jött, az mindenki eltöltött. Minimum egy fél órát, de inkább egy órát, valaki két órát. És beszélgetnek gyerekeknek, ilyen játszótér van ott, játszanak a templomkertbe, és akkor ez sokkal inkább egy közösségi összejövetel, mellette megtörténik a dolgoknak a megvásárlása, ugye itt látszik, hogy eljön egy család, és azért jó megpakolt kosarakkal, tehát mind a kettő, ami az itt megvásárolt dolgokból jön össze. Hát ez őket kerestük meg, ők az egyik ilyen kezdeményezés. Akkor a budapesti szatyor, ők a, talán a legrégebbi, vagy hát legalábbis akiket én ismerek, lehet, hogy Magyarországon is van régebbi, csak őket nem ismerem. Ők azok, akik elég sok inspirációt adtak más közösségeknek, tehát mikor indult a nyíregyházi kosár, akkor az Erika, aki itt látható, az Erika akkor lejött hozzánk, és elmesélte, hogy náluk hogy működik ez a dolog. És ő nagyon szívesen elmeséli általában, ha van ideje, mert amúgy meg olyan, mint a motoregél, hogy szalagjál egész nap. Mert hogy mint látjátok, ott már szatyor bolt van, ugye ott van fent a dolog. Tehát, hogy ők átálltak erről a kidobozolós rendszerről, tehát itt lehet látni, hogy már ugyanaz a rendszer van, mint Nyíregyházán, hogy webshop, kattingatnak, megvásárolják, van egy határidő, amikor leadta a rendelést, akkor lezár a rendszer, és akkor kiküldik a termelőknek a megrendelést, és akkor a termelők behordják, ugye most ebben az esetben ilyen a, ugye nekik a bolt is az átadási hely, lehet látni, hogy a boltban ugye megjelennek ezek a dobozok, na, hogy jelennek meg ezek a dobozok, úgyhogy önkéntesek minden vevőnek összeszedegetik a behozott árukból, valaki salátát hoz, valaki paradicsomot, valaki paprikát, és akkor ezeket behozzák a termelők egy időpontban, és a önkéntesek fogják, és akkor belepakolják vevőnként egy doboz, egy kosár, az egy vevő. És azt így összepakolják neki. Hány társadalmat? Tessék? Hány társadalmat dolgoznak? Nem tudom pontosan megmondani. Ők szerintem elég nagy, nem tudom, amikor nálunk voltak, akkor hány vásárlóval dolgoztak? Egy 50 alatt, 150 körül voltak. Igen, 50 körüli vásárlóval dolgoznak. Dolgoztak akkor, de szerintem ez növekedett. Viszont ami az érdekes, hogy az ő történetükben az van benne, hogy az Erika elkezdte a lelkesedéstől, én nekem nagyon jó barátom amúgy. Tehát én ismertem akkor is, amikor még nem csinálta ezt, hanem ilyen elkötelezett, ilyen városi zöld volt, és akkor szerette volna, hogy városi emberek helyi élelmiszerhez jussanak. Volt egy mély ökológiai megközelítése az Erikának, és akkor ugye ez az indítatás indította el ebbe a dologba. És viszont amikor elkezdett beindulni, nem sokára megjelent egy támogató,
egy gazdag ember, és azt mondta, hogy ez olyan jó ügy, hogy ezt így támogatnám. És akkor így lett a bolt. És így lett sok minden, tehát egy picit elmozdultak a bolt felé, úgyhogy őnekik egyrészt van egy egyesületük, tehát közösségként is működnek, és másrészt meg RT formában, tehát részvénytársaság formájában működik ez a dolog. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes megoldás. És most már eltelt azóta is, hogy ez az Indergo megvolt egy több mint egy év. Egy picit azt lehet érezni, hogy elmozdult a bolt felé, tehát a bolt szolgálja ki jobban a vevőket. És ez talán Budapesten lehet, hogy jobb is, de nem biztos, hogy mindenütt. Tehát, hogy ezek a példák, ezek nem biztos, hogy egyből lehet másolni ezeket a dolgokat. Viszont az egy izgalmas modell, hogy vannak olyan emberek, akiknek van pénzük, és meglátják azt a lehetőséget, hogy közösségeket támogassanak. A támogató nem kért részesedést, tehát neki nincs részvénye ebbe a dologban. Tehát berakta a pénzét, és azt mondta, hogy ezt adományként adom ennek a kezdeményezésnek. Tessék. És volt RT-ként működik? RT-ként működik, igen, részvénytársaságként működik. Na, mert az üzletességet kapták? Vagy bérleti? Hát nem, pénzt kaptak, teljesen konkrétan. Pénzt kaptak, amiből ez saját tulajdonüzlet. Tehát amiből üzletet vásároltak, berendezték, autót vásároltak, amivel az árut lehet hozni, vinni. Tehát, hogy ez egy érdekes pont, de amúgy hozzáteszem, hogy ez egy éppen ebben az esetben egyedi eset, tehát nem ez lenne a hangsúly, csak a történetükben ez benne van. De ugyanúgy működik a helyben eladás, így például az látszik, tehát kirakják a termelők a saját tárgyukat, és helyben történik az eladás, történik a kidobozolás, kirakják ugyanígy, és jönnek be, és akkor tényleg itt van, hogy beszalad, viszi a kis kosarát is, itt most éppen olyan fotó nincs, de így, amikor itt megáll az ember átadási napon, akkor így viszik az emberek a maguk kis kosaraikat, és ők ugyanúgy kezelik a pénzt, tehát ahogy a nyíregyházi kosárban is, hogy a gazdák behozzák, ugye a önkéntesek kicsomagolják, a vevők kifizetik, az, aki a pénzt kezdi, az összesíti, és utána kifizeti a gazdákat, tehát hogy ez a rendszer működik itt is. Ez így értető? Közszervezőként hány fősek a szervezéseknek? Majd erre még visszatérek, különböző méretűek a szervező csapatok. Hadd mutassam már meg mindegyiket, és akkor utána visszatérek ehhez is erre. A Kecskeméti Szatyor volt az, akit megkerestünk harmadikként. Itt jártunk mi is, itt most három is vagyunk. Voltunk nálunk, látogatunk ezt a szabadon. Na hát akkor saját élmény van. Na, igen, tehát náluk is ugye ez a rendszer működik, tehát hogy őnek itt nincs boltjuk, hanem átadási nap van, és kidobozolás, tehát az a rendszer működik, ami Nyíregyházán is, tehát ahhoz nagyon hasonló rendszer működik, de ők is próbálnak ugye megismerkedni a gazdákkal, tehát hogy a gazdabejárások, vannak rendezvényeik, de a fő az, hogy hetente náluk csütörtökön van az átadási nap, webshopon keresztül nekik megvan a webshopjuk, szépen mindenki leadja a rendelést, lezárják, nem tudom, ők nem tudom mikor zárják le, gondolom, hogy csütörtökön van, akkor lezárják valamikor kedden este a dolgot. Ugye kiküldik a gazdáknak, a gazdák behozzák, és szépen megtörténik a önkéntesek által a kicsomagolás, és akkor ugyanaz a rendszer, amit az előbb elmondtam, tehát ugyanaz történik a Kecskeméti Szatyorból is. És akkor egy pillanatra nézzünk rá, mert hogy a Nyíregyházi nem volt benne a kutatásban, mert hogy a Nyíregyházi az ilyen saját, tehát hogy nem rakunk be egy kutatásból olyat, ami saját. És a Nyíregyházi Kosár Közösség is ugyanezt a modellt választotta, hogy minél több vásárlót bevonni. Az első az Esztergomihoz képest az a nagy különbség, hogy a Nyíregyházi Kosár az úgy jött létre, hogy már benne volt az első gondolatban az, hogy helyi gazdaságfejlesztés. Nem élelmiszer, nem csak hogy adjuk-vesszük a emberek között, hanem ez egy helyi gazdaságfejlesztésnek egy eszköze. És ez most még csak ennyi, de ők ilyenbe gondolkoznak. Ők azt mondják, hogy Nyíregyházának az éves élelmiszer forgalma az olyan 40 milliárd? 42. 42 milliárd forint a éves élelmiszer forgalma, amit ott az emberek megesznek.
42 milliárd forint is. Azt mondják, hogy 42 milliárd forintból jelenleg 90% kimegy a multiknak, a multik felé, és marad 10% az, amit a helyi termelők kapnak meg ebből. Tehát azok, akik, és ezek nem is csak helyi termelők, hanem helyi élelmiszerek, inkább nevezzük így, mert hogy ezek nem csak a helyi termelők. És ugye ők azt mondják, hogy hát nekünk az a célunk, hogy ez 10%-ról felmenjen 20-ra, 30-ra, 40-re. Tehát, hogy mi e felé haladunk, hogy a helyi emberekhez menjen vissza a forrás, és ne kifelé menjen a forrása a világból, mert hiszek abban, hogy a gazda, amit megkap helyben, ez egy nagyon egyszerű logika. Hogyha én gazda vagyok itt Békéscsabán, és itt gazdálkodok, és ti ti fizettek nekem azért, hogy én termeltem nektek mondjuk hagymát, akkor én valószínű, hogy ha elszaladok a fodrászhoz, ami viszonylag ritkán történik meg az én esetemben, de ha elszaladok a fodrászhoz, akkor ebből a pénzből fogom a helyi fodrászt kifizetni. És hogy ez a logikája a helyi gazdaságfejlesztésnek, hogy belül forog a pénz. Hogy ez a gazda, aki ott megkapta, azután a helyre fogja elkölteni, meg az iskolára, meg a művelődésre eljön például és fizet egy programért. Tehát, hogy ez ennek van jelentősége, hogy... Na igen, tehát a Nyíregyháza az így indult, és ezért a Nyíregyházán a Esztergomihoz képest nincs ez a korlát, hogy mondjuk 30 családot vagy 50 családot ellátni, hanem az van, hogy növekszünk. De erről majd az Ildikó fog részletesen beszélni, csak azért, hogy lássátok a különböző modellek közötti különbségeket. Na és hát ez a mennyi kérdés, hogy most akkor érdemes akkor így megnézni, hogy mennyi az a szervező csapat. Ugye ők kicsibe indultak, és akkor volt ennek ez a Esztergom Környezetkultúra Egyesület vezetője, és őt valahogy úgy megtalálta ez az ügy. És akkor volt 4-5 ember, aki még segített neki, összesen voltak 6-an. És akkor ők járnak össze minden hónapban, 6-an, és szervezik a Esztergom kiskosarat. Valójában 2 ember csinálja, összesen 2 ember csinálja. Ő és hát nem ez a leányzó, hanem egy másik, most itt nem látom még a képen, mert ő is itt segítőként van, de nem ő, hanem egy egyesen lévő anyuka segíti a... Ő csinálja a munkának a 90%-át, egy egyesen lévő anyuka, és a 10% meg az a munka, hogy ő besegít neki ebbe a dologba. Na és ami a lényeg, hogy amikor mi oda mentünk, már akkor, hiába ők nem akartak növekedni, ez egy zárt e-mail lista. Viszonylag nehéz bekerülni, hogy ebbe a körbe. De már nem bírták. Tehát, hogy ez már nekik nagyon sok volt akkor. És azóta amúgy szét is ment. Tehát ez a kezdeményezés működik, de a csapat már szét esett. Tehát egyszerűen túlterhelték saját magukat ebbe a dologba. És ez az első olyan mintázat, amire egyből felhívnám a figyelmet, mert hogy itt van a budapesti szatyor, ami nagyon jól átgondolta az ERA, tényleg sok embert vont be, és neki ugye szerencséje volt, hogy egy támogató is érkezett ebbe a történetbe, de ugyanezt a történetet végigélte. Tehát az ilyen kezdeményezéseknek az a problematikája, hogy mindenki közösségi alapra akar indítani, ez nagyon jó, szerintem ez erről szól, közösségi alapon, de ez vállalkozás. Ez kőkemény vállalkozás. Mert amikor már 10 vevő van, akkor a 10 vevőt ki kell szolgálni. Amikor 20, akkor a 20-at. Amikor a 200, akkor a 200-at. Amikor 1000, akkor az 1000-et. És hogyha ezt nem szolgálom ki, akkor összeomlik a rendszer. És ezt nekem megfelelő minőségbe kell kiszolgálni, megfelelő időben, logisztikával, stb. Tehát ez egy nagyon fontos mintázat, hogy itt is az ERA ebbe azért közel állt ahhoz, hogy így belerokkan ebbe a történetbe. Pedig itt azért sokkal, mondom, nagyobb előkészítés volt. Most a rendszerben úgy néz ki, hogy van egy 12 fős egyesületi ilyen stratégiázó csapat, havonta találkoznak, és oldják meg ennek a szatyornak, budapesti szatyornak a nem problémáit, nehézségeit. És van egy alkalmazotti kör, aki a Holdban dolgozik, és egy önkéntesi kör, azt nem tudom pontosan mekkora. Amikor én ott voltam, akkor szerintem nem tudom, olyan 8-10 ember lehetett. Egy önkéntesi kör, és mondjuk 1-2 alkalmazott, és ők ezzel látják el. Tehát ez az, aki
viszi a hátán a dolgot. A 12 főből viszont érdekes módon egyedül az ERA dolgozik effektíve a rendszerben. És ő éveken keresztül önkéntesként. Tehát, hogy ő neki semmilyen jövedelme nem volt ebből a dolgból. Ő amúgy szervezetfejlesztő, tanácsadó, tehát ő ebből élt meg ebben az időben is. Ugye ez megint, és akkor itt van a Kecskeméti szatyor. Kecskeméti szatyorban is, amikor ott voltunk, akkor ugyanez a tünet volt. Ők már, ő neki bekövetkezett az, hogy emelkedett a vásárlói. És amikor mi oda mentünk, akkor éppen volt egy hatalmas zuhanás. Hát ez szerintem tavaly, mert hogy van most, nem tavaly nyár, hanem tavaly előtt nyár volt, amikor mi ott voltunk. Mert nem a tavaly nyár, mert a tavaly nyáron már lezártuk ezt a dolgot. Mi egy évek korábban voltunk, akkor akkor kerültek új épületbe, és a padlókon keresztül jöttek a termékek, és nagyon megfogott a mozgását, Edith a motorja. Így van, Edith a motorja, nagyon ment felfelé, én is beszélgettem vele. És akkor egyszerűen az történt, hogy Edith elfogyott. Tehát kevés volt már ehhez a növekedéshez. És aztán nem tudták azt a minőséget nyújtani, így esett a vevőknek a száma. És ez akkor egy nagy elkeseredés volt, akkor elkezdtek stratégiázni azon a nyáron, hogy mit kezdjünk ezzel a dologgal. Egyszerűen az történt, hogy itt is elsősorban ugye a szervezőn, itt van, a szervezőn nyugodott. Itt meg az volt az egyik érdekes dolog, hogy volt több olyan ember a vezetőségben, ők MÁK, ugye ez az átalakuló városok, valami ilyesmi a nevet, hát ebből jön ki ez a Kecskeméti átalakuló mozgalom, vagy és akkor a mozgalom az átalakuló Kecskeméti, na így jön ki a MÁK, tehát hogy ez a lényeg. Na és ők egyből sok mindent megkezdtek bele. Magbőrzve újítjuk fel a játszótereket, egy nagyon sok minden dologba kezdtek bele, és az Edith volt az, aki a kosárban kezdett bele, de hát nem tudott többiektől segítséget kapni, mert mindenki ezzel le van terhelve. Tehát, hogy ilyen szempontból ez az első fő mintázat, mert hogy én ezt szeretném nektek elmondani, hogy nem a konkrétat, azt majd Ildikó konkrét tapasztalatokat, hogy hogy megy egy ilyen belülről, hanem hogy mi a mintázat, ami akadályoz bennünket, ami veszély, és mi az a mintázat, ami esetleg segíthet? Tehát, hogy én erről akarok most beszélni nektek. Az árak összehasonlításban, hogy működnek a három közösség? Nem hasonlítottuk össze. Az árat? Az árakat, igen. Mert az egyik részvénytársaságként működik, a másik meg önkéntes. Szerintem hagyom neked. Igen, tehát jó a kérdés, nem hasonlítottuk össze az árakat. Az a nagyon egyszerű oknál fogva, amire azt gondoljuk, hogy az árak, amúgy mindegy, hogy milyen formában működik ebből a szempontból. Igen, de én azt gondolom, hogy a szatyor is, hogy az, hogy neki van egy részvénytársasági formája, van egy egyesületi formája is, tehát hogy ő tudja ezt csinálni, ezt a csomagolást egyesületi formában, tehát hogy ilyen szempontból... Meg a boltos módszer, meg a boltos módszer, igen, így van. Viszont bocsánat, hogy közbeszólok, amit nem tudom, de számomra annyira éles ez a helyzet, mert nekem van egy reformálatom, én pont az előtt állok, hogy valami irányba átalakítsam, és keresem a megoldását, és azt látom, hogy most ez egy tök jó lehetőség lenne, mert a Kossuth közösségben is évek óta gondolkozunk. Van egy alapítvány, van egy közösség, hogy így lehet, hogy... Neked tartjuk ezt az előadat. Összekéne és egy cipőlegyőrt hozni a kettőt, és akkor valahogy a bolt lehet a tulajdonszpont, lehet egy végig csúlyt, nem tudom, szóval, hogy még most nagyon lenne minden, de tök jó, hogy most van ez az előadás, tényleg már sokan. Csak hogy így, úgy látom nekem, hogy ez a, vagy úgy látszik nekem, hogy ez a Budapesti szatyorára, ez a legközelebb. Hogy van egy gazdasági szervezet, mert így legális a dolog, mert én úgy tudom, hogy ez a dobozolás sem teljesen legális. Csak mi nem tudjuk, hogy ez gazdaságnak, hogy ez Tehát azért szögezzük le egyből, hogy jelenleg teljesen legálisan működik egyesületi formában ez a dobozó. Tehát a Ildikóék ezt végigjárták. De mondjad te, mert ugye te vagy a vezetője. Majd tényleg kitérhetünk a végén, tehát nem feltétlenül most kérünk rá választ. Akkor ide jövök, akkor ide érkezek, akkor ezt elmondom el. Igen, folytassuk. Igen. Tehát, hogy igen, mert most egy picit én egy kicsit
nagyobb ívű dolgok felül indulok, de tehát azt gondolom, hogy ezek olyan alapelvek, amiket én elmondok, amit nagyon fontos figyelembe vennetek. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én a közösség felől közelítettem meg. Tehát az a kérdés, hogy ez egy nagyon fontos, hogy van üzleti modell benne, de ezt a közösség fogja működtetni. Ezt nem hiszik el, amúgy nekem, de azt látom, hogy ha közösséget nem tudod felépíteni, akkor hiába bármilyen üzleti modell. Tehát, hogy ez a helyzet. És itt nagyon látszott ez minden kezdeményezésnél. És amúgy az Era is ezt mondja, hogy a közösség az alapja ennek a dolognak. Jó, ez tiszta világos, mert én is már így azt látom, hogy amíg csak én vagyok a tulajdonosának az egésznek, addig minden rám van hagyva. Uh-huh. És mindent én csinálok. És azért gondolom, hogy a szociális szervezetben nincs más, hogy sok minden megfordult, hogy bevonjak embereket a rendszerbe, és mások ürülben tegyük Így van. Hát az mindegy végül is, hogy most egy ilyen dolgot, tehát én azért nevezem őket közösségi vállalkozásnak, ilyen nincs ilyen szervezeti forma. Tehát, hogy ez egy szervezeti modell, amiről én beszélek. Az mindegy, hogy egyesület, mindegy, hogy szociális szövetkezet, mindegy, hogy BT, KT, RT, tök mindegy. Közösségi vállalkozás bármelyik lehet, mindegy, hogy milyen formában működik. Az egy kérdés lehet, hogy melyik költségesebb, nem költségesebb, adó, nem tudom. Tehát persze, egy sok kérdést felvet ez a dolog, de ez egy külön előadás. Tehát nekem van egy külön előadásom, ami a jogi oldalról szól, meg arról szól, hogy néz ki az üzleti oldalról. De most nem ezt akarjuk elmondani, mert nem ezen múlik a dolog. Jó, na oké. És akkor az első dolog, amit láttunk ezeknél a kezdeményezéseknél, vagy nem az első, de hogy az egyik legjobban előbb dolog az volt, hogy nagyon sokszor elmentünk mondjuk Esztergomba, és akkor ott van két ember, aki majd megszakad abba, hogy működjön a kiskosár, és akkor megkérdezzük tőle, hogy ki a vezető itt? Hát itt nincs vezető. És akkor, hát de ti kik vagytok? Hát mi a koordinátorok? Mi a közösségnek a koordinátorai vagyunk? De hát ki szokott dönteni, és persze kiderül, hogy ők a vezetői, mert hát ki más, tehát ők csinálják, ők vezetik, ők döntenek, de így vannak a vezetéssel, nem? Egy közösségben nem kell vezető. És ez egy visszaköszönő minta volt, hogy közösségben nem kell vezető. Miért? Mert van egy olyan minta a társadalomban, hogy a vezetők ráülnek az emberek fejére, agyonnyomják lelkileg minden értelemben, és ezért valójában utáljuk az vezetőket, utáljuk a főnököket. Én sokat dolgoztam egészen egyszerű kétkezi munkában is. Magam tapasztaltam azt a kultúrát, hogyha én nem mentem be a főnök szidással, vagy a főnöknek a szapulással játékba, akkor engem kiközösítettek. Mert én nem illek bele abba a csapatba akkor, mert főnököt szidni kell. Ilyen hülye, olyan hülye, ez a kultúra. És ezért az az ember, aki megunja azt, hogy ilyen elidegenedett munkahelyeken dolgozza le az életét, és fogja, és kimegy megcsinálni egy kosárközösséget, ez az ember azt mondja, hogy hát ide aztán vezetőt, soha, nem kell vezetőt. És menekülnek ettől a dologtól. Csak hogy a gond az, hogy vezetés nélkül nem működik. Ezt az egyik interjú alany mondta a kutatáson. Azt gondoltuk, hogy mindenki felismeri azt, hogy mihez ér, és azt szerint dolgozik, azt teszi bele a közösségbe. De ez nem így működött. És ő is azt mondta utána, ezután, hogy mert hogy kell egy vezető, nem megy vezető nélkül, vezetés nélkül. És ez egy nagyon fontos mintázat volt, hogy az ERA elég erőteljesen felvállalta, ott látszott is, hogy ment. Már a kecskeméti kosárnál ez a vezetés nem volt meg. Ő például nagyon érdekes volt, azt mondja, hogy igen, ezt ők mondták, ez az idézet tőlük van, hogy a feladatok megosztása nem történt meg, nem delegáltuk a vezetést, hanem néhányan a hátukra vették a csapatot, és ez ellen vitték, és utána bele is rokkantak. Ezt mondták a kecskemétiek. Tehát az a fajta probléma, hogy hiányzik a vezetés, nem vállalom fel a vezetést, az oda vezet, hogy azok, akik viszik a hátukon, azok belehalnak ebbe a dologba.
És ezért van az, hogy nagyon fontos, hogyha el akartok indulni, bármilyen, amúgy mindegy, hogy milyen közösségi kezdeményezés, ennek nem kell kosárnak vagy, bármilyen közösségi kezdeményezés, akkor annak tudatosan kell gondolkozni annak, hogy ki kell jönni a vezetésnek. Ugye a különböző felelősségvállalásra vonatkozik ez a problematika, hogy ezt gondolom sokan láttátok már az interneten ezt a fényképet. Ugye ez a Sanyi üzemmód, amikor minden menedzser, mindenki menedzser, és Sanyi meg dolgozik ebben a dologban. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt ezeknél a közösségeknél, hogy ott nem az volt, hogy nem dolgoznak az emberek, mert önkéntesen jönnek oda szívszeretetből, szeretnek ott lenni, de nincs igazán, tehát hogy mondjam ezt, azt például nagyon elkezdik óvatosan kezelni, hogy én feladatot adjak a másiknak. De az, hogy te most csináld meg ezt és ezt, hát most ide jött önkéntesen, most én hogy mondjam meg nekik, nem, megcsinálom, jó, ezt is megcsinálom. Na jó, azt is megcsinálom. Aztán amit így felfedez magának, hogy az egy ilyen, jaj, örülünk neki, hogy legalább azt megcsináltad. Na és ebben a rendszerben, ugye ez a különböző felelősségvállalás, ez azt jelenti, hogy valaki tényleg beesik, jól érzi magát, lehet, hogy valami picit megcsinál, de ettől még önmagában mondjuk egy kosár vagy egy szatyor közösség nem tud működni. Egy vállalkozás nem tud úgy működni, hogy bizonyos feladatok nincsenek ellátva. Ha meg el vannak látva, akkor mi van? A vezető belehal, mert ő látja el. Ő van ott reggeltől estig, ő csinál meg mindent. Tehát hogy ez az, ami az egyik ilyen akadályozó mintázat, tehát a vezetés, meg ebben a különböző felelősség és feladatát vállalás, és ez a nem merjük a másikra rárakni a feladatot. Nem, mert ő nem mondta, hogy én vezető vagyok, nem hatalmazott felelve, hogy én vezető vagyok. Én akkor hogy merjem neki mondani? Hát ő is csak egy önkéntes, a szabad idejét tette rá, tehát hogy ezek ilyen nagyon-nagyon kis veszélyes vizek. És még egy utolsó, ami egy ilyen akadályozó mintázat, ugye ez a belég szocializáló kommunikációs minták, ugye egyből kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam. Tehát ez a nem merjük megmondani a másiknak. Vagy oda jött, és nem úgy csinálja, nem azt csinálja. Hát ez most olyan vonaton hallgattam végig éppen egy ilyen történetet, jön az új önkéntes, és egyszerűen ő akar mindent, életi először van ott, és akkor jobban tud mindent, és persze nem úgy csinálja, nem azt csinálja az izé, és akkor utána még fel is van háborodva. És akkor mit kezdünk ezzel? Hát ez egy konfliktus. Ez az idézet volt, ami a leggyakrabban elhangzott a kutatások során, hogy tök jó nagy lelkesedéssel megkezdtünk, ott voltak az emberek, mindenki szerette volna csinálni. Aztán jöttek a konfliktusok. És ez elhangzott 100-szor, 105-ször, nem tudom hányszor, nagyon sokszor ebbe a kutatásba. És ezt azért nagyon fontosnak tartom, ugye most nem tudom elmondani nektek a teljes kutatás eredményét, de hogy ez is az, ami a főnöknél. Hát, hogy belénk ívódott az, hogy milyen a vezetés a főnök a világban, és az is belénk ívódott, hogy hogyan beszélgetünk emberekkel. Erre szoktam azt mondani, hogy amikor emberek beszélgetnek egymással, hogy hát, mikor azt mondom nekik, hogy lehetne valahogy másképp beszélgetni, akkor nem értik. Tehát, hogy mozgatom a számot, hang jön ki rajta, hogy lehet ezt másképp csinálni. És akkor én meg azt látom, hogy azok a kommunikációs minták, amivel mi jövünk a világból, amit megtanultunk az iskolában, a főiskolán, munkahelyen, azon nem lehet közösséget csinálni. Tehát, ha ugyanazokat a kommunikációs mintákat használjuk, akkor nem lesz soha közösség belőle. El kell kezdeni megváltoztatni ezt a dolgot. Na és akkor a megoldásokat az egy diával mutatnám be. Mennyi idő telt el, azt néztem, nem néztem? Jó, tehát egy kicsit később is kezdünk. Ezt egy diával mutatnám be, és mindegyikre próbálok egy pici ilyen választ adni. Méghozzá ez a körök rendszerének a tudatos használata, ezt én így nevezem ezt a dolgot. Most ugye mondjuk itt a GA de ugye a vezetőség, tehát milyen körök lehetnek, ez egy átlag, mondjuk kosár, szatyortikus közösségre így néz ki, hogy van egy mag, egy vezetőség, rendszeres önkéntesek, alkalmi önkéntesek, résztvevők, szimpatizánsok. De bárhova mentek, bármilyen közösségbe, ezeket a köröket nagyjából megtaláltak. Lehet, hogy nem így hívják őket, de ez a... Miért jön ez létre? Ez egy törvényszerűség.
Ugye a felelősség és feladatvállalás növekedésének az iránya, tehát minél több felelősséget és feladatot vállal, annál inkább kerül befelé ebbe a körbe. Aki a legtöbbet vállalja, ilyen jó esélyű lesz a vezető. Tehát a vezető nem az, akit kineveznek, a vezető az, aki a legnagyobb felelősséget vállalja. És jellemzően ugye a legtöbb feladatot. Valójában erre mondta azt, hogy a Krisna völgyben, a Krisna völgy vezetője, hogy a vezető a legnagyobb szolga. Ebből a törvényszerűségből jön ki. Tehát a vezető a legnagyobb szolga. És ebben a rendszerben, ez a természetes módja hogy a közösségek vezetésének, hogy ő valóban azt látja, hogy van egy ügy, ezt szolgálom, és ennek az érdekében már nem azért, mert én uralkodni akarok az embereket, mert van egy ügy, ami csak akkor fog működni, ha én ezt a felelősséget és feladatot elvállom. Ha nem vállalom el, akkor nem lesz kosár, nem lesz szatyor. Nem azért vállalom el, hogy így az embereken majd én nem tudom, mit csinálok. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy törvényszerűség, amit tudomásul kell venni, hogy ez így van. És azok, akik bekerülnek ebbe, azok mindig mondják, hogy hát én nem vagyok vezető, én csak a legtöbb dolgot csinálom, meg én döntök, meg ezért. Na de, és akkor itt következik a probléma, amikor vannak mondjuk önkéntesek, ők kevesebb feladatot vállalnak, de eljönnek minden átadási napra. Csomagolnak, teszik szépen a dolgokat, de nem fogják megszervezni mondjuk azt, hogy milyen legyen a honlap, azt, hogy a gazda valóban behozza a termékét, tehát ők nem fognak felelősséget vállalni azért, hogy a termék ott legyen. Ami azért se túlságosan, hogy most több vevődjék, bár ugye vannak olyanok, akik lehet, hogy egészen jól beszerveznek vevőket. De valakinek ahhoz, hogy a rendszer működjön, ezt vállalnia kell. Na és akkor, amikor azt mondja ez az ember, hogy én nem vagyok vezető, akkor ez azért is van, mert hogy ő attól fél, hogyha ezt mondja nekik, akkor ők nem fogják szeretni ebben a rendszerben. És ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ő valóban vezetőnek érezze magát, fel kell hatalmazódnia ezekből a körökből. Innen is, belül is. Tehát ha van 5 ember vagy 6 ember, akkor egymást hatalmazzák fel arra, hogy mi vagyunk azok, akik most ezt az ügyet visszük a hátunkon. És ezt is, ezt vállaljuk ezért. Például, mondjuk nagyon egyszerű, ha egy kosár közösség azt igényli, hogy heti 3 napi munka, egy átadási nap, meg mondjuk 2 szervezés, mindenféle dologra, akkor azt mondják, hogy én azt vállalom, hogy heti 3 nap munka, ebből az egyik az átadási nap, minden héten egyszer a vezetőségülésre elmegyek, és megszervezem még, amit kell, minden egyik dolgot. Ez az ő szerződésük, az ő belső szerződésük. De nagyon fontos szerződni velük is, mert hogy felmerülhet az, aki itt van, hogy ő miért nem csinálja ugyanezt. Nagyon sokszor, amikor túlterhelődik a vezetőség, mondjuk ott van az Edith egyedül, hogy elkezd kifelé nézni ebből a körből, és azt mondja, hogy ti miért nem csináljátok ezt? Hát én is önkéntes vagyok, tehát, hogy, és nektek is fontos. Hát fontos nekünk is, de akkor miért nem csináljátok? És akár azt mondják a többiek, hát meg kell élni, ott van a család, rohanok a dolgom után, és akkor erre ő azt mondja, hogy hát ne figyelj, hát nekem is van a családom, én is, nekem is meg kell élni, én is szaladok a dolgom után, és akkor kialakul az a konfliktus, ami elkezd rossz ízű lenni az egész történet, és akkor így az energiája esik ennek az egésznek. Ennek az a megoldása, hogy mindig a körön belül szerződünk arra, hogy ahhoz, hogy az ügy menjen, milyen feladatokat kell elvégezni, erre szerződünk, és velük is szerződünk. Tehát mi szerződünk velük is, mindig innen kifelé szerződünk, belül szerződünk, kifelé szerződünk. De azt mondjuk, hogy ha most van 50 vásárló, akkor ehhez kell 8 önkéntes, rendszeres önkéntes, és kell 6 vezető. Vagy van 100 vásárló, akkor ehhez lehet, hogy magát ezt a magot is növelni kell, lehet, hogy már 8 emberre van itt szükségem, és kell 12 rendszeres. Ha nincsenek meg ezek az emberek, nem jön be az, akivel szerződni tudok, akkor meg arra törekszek, hogy nem jön az ügy. Mert ha nő, akkor adjon nyom. Ez egy nagyon egyszerű vállalkozási modell. Ez azt jelenti, hogy én például többször mondtam az Ildikónak, hogy ne reklámozzátok magatokat. Még véletlenül sem, de nehogy jöjjenek vásárlók, mert hogy nem bírja el a rendszer. És akkor volt is ilyen, hogy na jó, akkor az elkövetkező 2-3 hónapban nem nagyon hirdetjük magunkat,
Mert hogy meg kell érkezni először azoknak az embereknek, akik arra a nagyságra tudnak szerződni. És akkor ennek van egy ilyen hullámzása, hogy lefele dolgozunk, kifele dolgozunk, lefele dolgozunk, kifele dolgozunk. És nagyon fontos, hogy amúgy az alkalmi önkéntesekkel is szerződünk, például a Nyíregyházi kosárban ez is egy érdekes volt, hogy rendszeres önkénteseknek az az elvárás, hogy minden héten, pénteken, átadási napon ott vagy. Ezt vállalod. És akkor mindig jön ez a rész, hogy na jó, de hát persze ő önkéntes, tehát nem várhatom el tőle. Én meg azt mondom, hogy igen. Ugyanis az önkéntes, és ezt ott el szoktam mondani a nyíregyházi önkéntes csapatnak, hogy az önkéntes nem attól önkéntes, hogy bármikor bármit csinál, nem, hanem hogy ő önként elvállalja azt a feladatot, ami ebben a körben kell, ha ő ide tartozónak gondolja magát. És azt mondjuk, hogy minden héten ott kell lenned pénteken. És ő azt mondja, hogy igen, igen, értem, ettől eddig, oké, el tudom vállalni. Szívesen, önkéntesen elvállalom ezt a dolgot. Hogy innentől kezdve ez az ő kötelessége. Mert elvállalta. Egymás irányába kötünk szerződést. Innen a kötelessége. És számon kérhető vagy, mert a kötelességeddé vált ez a dolog. Belső szerint, én is önkéntes vagyok, én szerződök vele, és ha kell, igenis számon kérem azt, hogy ez teljesülte. És itt is. Itt is a vezetőségen belül is. Nem jöttél el már két hét vagy két alkalommal a vezetőségére? De miért nem? Hát így nem tudunk működni. Érted? És akkor lehet azt mondani, hogy figyeljetek, az életem olyan lett, hogy ezért munkahelyen megszűnt meg, ezért oké, megérjük. Akkor menjünk hiába ennyien, vagy még ennyien. Nem baj, mert az élet lehet ilyen, de legyen tiszta a szerződés. Mi tudjuk azt, hogy az alkalmiaktól nem várjuk el azt, hogy minden pénteken elérjön erre a dologra, de ha tisztán szerződtünk, akkor nem is várom el, tehát mit tudom én mondjuk a résztvevők, amit mondjuk a vásárlók, nem fogom neki, bejön a kosárba, és képzeljétek el ezt a szituációt, és akkor nem kezdem el mondogatni neki, hogy és miért nem jössz önkénteskedni. Hát ő egy résztvevő, egy vásárló ebben a történetben. Nem, hanem pont fordítva csinálom, hanem tisztán csinálom a szerződés belül, jó hangulatot csinálok ennek következtében, és elkezdem bevonzani. Nem mondom neki, nem kezdem felelősségre vonni, hanem azzal hozom létre a közösséget, hogy belül jó lenni. Ez a lényeg. A belül jó lennihez tiszta szerződések kellenek. Belül. Ez az, amit elfelejtenek a bármilyen közösségszervezésben. Tiszta szerződések. Emberek és emberek között. És számonkérés. A szerződésnek a számonkérése. Ez a konfliktusnak az egyik nehézsége. Tehát visszautalva ugye a kommunikációs mintákra, hogy nem az a... Tehát a kommunikációs mintánkban a konfliktuskerülés van benne, miközben a konfliktus egy lehetőség a dolgoknak a tisztázására. Ha a közösség kívülről a konfliktus kerülést hozza be a közösségen belülre, akkor soha nem lesz belőle közösség. A konfliktus arra egy lehetőség, hogy bizonyos dolgok tisztázódjanak, az az élménye legyen az itt lévő embereknek, hogy meg lehet oldani a konfliktust, és megerősödünk ebben a dologban. Na ez a legnehezebb része szerintem. Tehát, hogy ezt jól csinálni, meg beleállni úgy, hogy dolgoztam egész nap, és akkor még önkéntesként is most egy konfliktussal foglalkozzak, na ez aztán nem egy egyszerű történet. És ami még, hát ez csak most az, hogy hol helyezkedhetnek, meg milyen szerepe emberek, itt azt látjátok, csak itt a termelőket gazdáknak írtam, de nem írtam át, de hogy ugye bárkiből lehet, tehát egy ember, aki elkezdett, hogy ő lehet akár olyan, hogy vásárló, ugye ebben az esetben csak egy résztvevői körben van, lehet egy gazda, szintén ebben a résztvevői körben van benne, de mondjuk az az ember, aki mondjuk gazdaként bejön, lehet vásárló. Ő egy kicsit beljebb kerül, mert hogy már elkezd több dologban részt venni, ez ugye növeli a felelősségét, az odafigyelését, stb. De az igazi felelősség az akkor jelenik meg, amikor az öveti oda kerül. És akkor lehetnek olyan önkéntesek, akik vásárló gazdák, vagy csak vásárló, az jellemzően nem jön létre, hogy valaki önkéntes is nem vásárló. Tehát, hogy ez szinte nincs, nem fordul elő ez a... Tehát ez tehát olyan, hogy önkéntes, csak az nagyon ilyen esélytelen. Ebben a történetben... Igen. Na most jöhetnek a kérdések, mert azt hiszem talán a legfontosabb dolgok.